Köszöntöm kedves hallgatóinkat, már a 29. Csevelyt rögzítjük a Országos Széchenyi Könyvtárban, egész pontosan a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchenyi Könyvtár a nevünk, és vendégem Bárány Zsófia, tudományos kutató, ő a Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportnak a tagja, és egy frissen megjelent könyvről fogunk beszélgetni, Lonovics József, egy magyar főpapa reformok világában címmel. Zsófinak ez egy kutatási területe volt éveken keresztül, és most elérkeztünk oda, hogy egy könyv is megjelent. A akkori korszakról, a Lonovics korszakáról, magáról Lonovicsról, a házasságról, és a könyvről, magáról, erről a Lonovics József római útjáról fogunk beszélgetni. Mi történt neked annak idején, amikor kiválasztottad Lonovics Józsefet? Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mindenek előtt köszönöm a kollégáknak, Péternek és Ákosnak, hogy lehetővé tették ezt a mai beszélgetést. És akkor vágunk is bele rögtön a kérdésedbe, hogy miért választottam ki annó ezt a témát. Ezt a témát nem én választottam, hanem ezt a témát kaptam az akkori témavezetőmtől, Erdődi Gábortól, a ELTE-n doktoráltam, és akkor én azzal kerestem meg tanárurat, 19. századi kutatásokkal szeretnék foglalkozni, és mindenképpen az apostoli szentszék és a magyar királyság kapcsolata az legyen benne. Ez egy fontos kívánalom volt a részemről, és akkor ő azt mondta, hogy hát akkor volt 1840-41-ben egy kiküldetés, egy római misszió, az akkori csanádi püspök vezette a már elhangzott Lonovics József, és hát akkor őt kéne, vagy az ő kiküldetését kéne megvizsgálni. A vegyes házasságok témájáról szólt elsősorban ez a kiküldetés. Természetesen egy tárgyalásban rengeteg téma belefér, pláne hogyha ez hosszan elhúzódó, mint ahogy jelen esetben is hallhatták a hallgatók, hogy 2 évet érint, de valójában ez egy fél éves, mert pont az évfordulóján érkezik ki, tehát valahogy így ősz végére érkezik ki Rómába, és akkor tavasz, következő év tavaszáig marad a magyar püspök kint. Tehát ebbe ezért belefér sok minden, de elsősorban a vegyes házasságokról volt szó ebben az időszakban is. Ugye ez azért fontos a vegyes házasságok, mert ekkor még azok a vegyes házasságok, vagy azokról a vegyes házasságokról van szó, amelyek a katolikus és a nem katolikus, de keresztények között köttetnek. Aztán majd a század végén látjuk, hogy a polgári házasságnál ugye már a keresztény és izraelita házasságok is szóba jönnek, de itt még egyelőre a keresztények között kötött vegyes házasságokról beszélünk. Miért ez a kor? Miért örültél, hogy ezzel a korszakkal foglalkozhatsz? Ugye igen. Itt egy vallási sokszínűség van, reformkor, Bécsi udvar, tehát sokféle jellemzít az akkori korszakot. Miért lett neked is ez fontos, hogy, és ebben kutass? Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Igazából az a helyzet, hogy én 2 időszakot éreztem magamhoz közel az egyetemen, egyik sem a 19. század volt, az egyik a középkor volt egy nagy vonzalom számomra, a másik pedig a legmodernebb, tehát a 20. századnak a kutatása. Latin, illetve történelem szakokon végeztem, és akkor itt jön be egy olyan dolog, hogy 20. századi kutatásokban valahogy nem éreztem, nem találtam a helyemet, azt is elkezdtem, és akkor már többen kerestek meg, szerintem egy nagyon jó felvetéssel a 19. századot kutató tanáraim, a már említett Erdődi Gábor, vagy Dobszai Tamás, akik említették, vagy mondták nekem, hogy hát Zsófia, magának a latin ott van, segítségére van, hihetetlen sok latin forrásunk van, nem csak az egyházi latinra, hanem alapjáraton a korszakban hemzsegünk ebben ezekben a forrásokban, amiket jó lenne feldolgozni. Akkor ugye ismertem a német nyelvet, hogy akkor az is megvan, mint egy segítségként. Olasz is tanultam, tehát hogyha már ezt említettem, ezt a szentszéki relációt, akkor ott sem okoz gondot, hisz már ugye Rómában
persze nagyon szép a latinnal való kommunikáció, de hát már ekkor is az olasz volt a párbeszéd nyelve. Egyébként ez fontos a könyvben is, hogy ez a püspök, akit kiküldenek, ez olaszul is megtanult az idők során, nem ott Rómában, hanem korábban, a korábbi élettapasztalatai úgy hozták, hogy neki ezt a nyelvet is el tudta sajátítani. Szóval, hogy volt már ez a nyelvtudás, ami nagyon jó volt, hogy az én tanáraimnak feltűnt, hogy ez egy nagy lehetőség nekem, és nagy lehetőség a 19. századi kutatások előrerendítésében, hogy de jó, hogy akkor úszhatunk ezekben a forrásokban. Ez persze egy elképesztően romantikus és naív hozzáállás, mert meg kell tanulni ezeknek a forrásoknak a nyelvezetét, nem a nyelvet mondom most, tehát ezeket a nyelveket, hanem később ugye persze az angol is megérkezett, de hogy ugye ezekben a forrásokban itt azért... Meg tudja, hány nyelv érkezett. Igen, de hogy ezekben a forrásokban itt ez a három nyelv az, ami domináns, tehát az olasz, a latin és a német, és természetesen a magyar források is, de hogy mivel itt egyházi szövegekről van szó, itt még az egyházi kommunikáció például idehaza, tehát a Magyar Királyságban is, nekem például a baráti levelezések azok latinul folynak, mondjuk két egyházi ember között. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon jó és jó döntés volt, hogy akkor segítettek és eltoltak egy kicsit ebbe a 19. század irányába, és amit említettél, ez egy nagyon okos és jó hozzászólás volt, hogy utána fölismertem ennek a sokszínűségét, tehát a kutatásaim során ismertem ennek a szépségét, és ebbe az ebben rejlő lehetőséget, ennek a századnak, a században rejlő lehetőséget. Az az állnám ezt a korszakot le, vagy hogy miért ez a korszak, hogy itt az apostoli szentszék és a Habsburg birodalom kapcsolata, kommunikációja, itt említetted a nyelveket is, hogy egyre egyszerű volt a kommunikáció a nyelvek által is. Mi jellemezte ezt? Itt megindult valami, vagy ez a vallásszabadság kérdése mennyire volt jelentős, mennyire játszott ebbe az egészbe bele, hogy ezzel ennyire foglalkoztak, és majd ugye bejön majd Lolonvis József is ebbe. Alapjáraton egy egész hideg kapcsolat van ekkor. Mit jelent az a szó, hogy hideg ebben az értelemben? Igen, a Habsburg birodalom, illetve az apostoli szentszék között, hisz egy józsefinista érában vagyunk benne, illetve hát egy poszt-józsefinista, attól függ, hogy honnan nézzük a dolgot. Tehát a józsefinista időszakra azért ez sokaknak megvan emlékezetbe a tanulmányaiból, akár a középiskolai tanulmányaiból, hogy itt második Józsefnek egy olyan rendelkezés sorozata van, ami megszakítja a kapcsolatot tulajdonképpen a két fél között. Természetesen ez egy sorozat, amiről beszélünk, olyan erősen belenyúl az egyház életébe. Gondolhatunk itt azzal, hogy ez akítja a szerzetes rendeket Rómától, ugye ezzel a rendelettel felszámolják a kolostorok mindenféle kapcsolatát, jó részt a Rómában székelő rendi generálisokkal és a külföldi rendházakkal, a rendek az illetékes megyés püspökök elé kerülnek, vagy például gondolhatunk arra, hogy központi szemináriumokat hoz létre, de ha nagyon legapróbb részletekig igyekszik szabályozni az uralkodó az egyházi... Beleszól az egyházi működésbe, és hát ez természetes, hogy egy akár teológiai kérdésekbe, teológiai területekre is ráhat az uralkodói döntésekkel, és hát természetes, hogy ez egy idő után, pláne ez hosszan elhúzódó folyamat, egy idő után azért ezt megérzi a mindennapi közösség is, tehát a mindennapi működés abban a közösség, és ahogy lecsorognak a közösségekre. De visszatérve konkrétan a diplomáciai kapcsolatra, azt lehet mondani, hogy második József halála után az egri érsekség létrehozásán, ami 1804-ben történik meg, 1840-ig nem volt érdemleges érintkezés a két fél között. Tehát ez egyfajta újra kapcsolatfelvételnek, egy újra kapcsolatfelvételnek számíthat, és most egy kicsit előre futok, mert mégis egy sikeres, csak ezt mégis hagyd mondjam, mert mégis csak egy sikeres kiküldetésről van szó. Ezt úgy értelmezte például az osztrák szakirodalom ezt a magyar kiküldetést, hogy ez egyfajta részleges
kiegyezés. Tehát ez annyira sikeres, valamit elindít az ilyen bekövesedett, vagy, vagy meg bejegesedett, vagy megszakadt párbeszédből. Elhidegült. Vagy elhidegült, ahogy említettem, párbeszédből, hogy ez egy nagyon komoly kifejezés szerintem erre, hogy ez egy részleges kiegyezés a két fél között, aminek a központi szereplője, vagy amelynek a központi szereplője egy magyar, igen, egy magyar főpap. Így van, és akkor elismertünk Tolonics Józsefre, hogy a közrendi szülők gyermekeként született, Miskolci tanulmányai voltak, aztán ugye említetted Egert, Egerbe kerül, és ahogy mondtad, ezt az egész elhidegült kapcsolatot, tehát ez izgalmas lehetett számára is megtapasztalni, hogy mi itt a helyzet, és vannak különböző dolgok, és kéne kommunikálni a egyháznak a világi dolgokkal. Hogyan jellemeznéd őt? Ő ezt látta, és akkor karrierenként lépett előre az ő életébe. Hülyeséget kérdezek. Nem, nagyon jót kérdezze. Nem, mert ugye mi így próbáljuk már látni őt, mert hogyha már látjuk, hogy hova jut el, mi a végéből néztél most rá, tehát a történet végéről, de nem. Ő egy pap, vagy egy szeminarista, például így kezdődik a kötet is, hogy a szeminarista éveiben megmaradtak iratok, ahogy figyelik, megfigyelik őt, most itt ez nekünk egy rossz ez a megfigyelés, de ez nem olyan megfigyelés, amire most lehet, hogy sokan gondolnak. Ez egy olyan dolog, hogy amikor figyelünk egymásra, hogy vajon neked tényleg ez a területed, vagy ez az útvonalad, vagy neked egy másik területen kell majd lenni, és hát természetesen fönnmaradtak itt iratok, úgyhogy egy fiatal emberről szóló szeminarista hallgató diákról szólnak, amiben leírják, hogy most csak ilyen példák, hogy hát ő például nem kártyázik, nincs szerencsejáték közelébe, ez azért fontos, mert hogy volt, aki, akkor természetesen jön, hogy akkor volt, akinek ez gondot okozott. Vagy, hogy ott van az imákon, de azért volt, amikor elkésett, tehát ez is például följegyzik. Érdekes, hogy leírják a vita, a vitához való hozzáállását, hogy azt azért érződik már fiatal korában, hogy egy tehetséges, szeret tanulni, szeret olvasni személy, de valahogy úgy fejezik ki, mintha a viták során ő nagyon kívánná, hogy az igazság az mindig az ő oldalán álljon. Szóval, mintha szeretne is, szeret és tud vitatkozni, de hogy van ebben egy meggyőződés, egy erős meggyőződés, hogy ezt ő tudja. Hiteles volt, amit és ez azért fontos, mert nem véletlen, hogy egy ilyen karakterből, egy ilyen fiatal emberből, aztán későbbiekben egy kiváló egyházi szónokot látunk az országgyűlésen. Tehát van alapja annak, hogy az országgyűlésen az maradt fönn, hogy ő egy szerethető, itt most a szerethető úgy értem, hogy mind a két oldal elfogadja, a liberális ellenzék által is elfogadott, kedvelt személyiség, és egy jó szónok. Tehát, hogy megvan az alapja, hogy miért is jön ez. És még mielőtt a római diplomáciai útjáról rámennénk, és a könyvre utánánk, ez a Melki kalandról még kicsit mondaná, ugye az történt vele, hogy száműzték a Melki apátságba, annak ugye voltam biciklitúrán ott, és akkor marha szép az egész. És a könyvnek a hátulja is, hogy még könyvet is belekavarjam a gondolatmenetbe, a Melki könyvtárt lehet látni a könyv hátulján. Szóval ez a Melki dolog mi történt akkor ott? A Melki időszak, ugye itt már nagyot ugrottunk, ez a 48-49 utáni három évre internálták, vagy oda kerül, ő maga választhatta ki Melket, tehát egy önkényesen lemondatják a csanádi székről, és az ő működése miatt, amit a 48-49 kapcsán a kormányzat úgy véli, hogy ez egy nem lojális személy, tehát tetlegességig megy az ő kapcsolata, vagy rokonszenve a magyar forradalommal, és akkor elkerül Melkbe, és ott van egy három év, amíg ő ott tartózkodik, tehát 1850-től 53-ig, de hogy ez alatt sem tétlenkedik, és hogy a könyvtár azért jelenik meg a kötet végén, mert hogy ez alatt ő kiad két iratot is, tehát hogy ír két dokumentumot is, és hogy mind a kettő az a téma, ami ő magát foglalkoztatja, ekkor természetesen az államegyház kapcsolatról szól.
röviden és tömören mind a kettő. És hogyha már itt említettük a Melki könyv, a gyönyörű Melki könyvtárat, én is jártam arra, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon köszönöm azoknak a kollégáknak, akár a Nemzeti Könyvtár részéről, de itt most elsősorban a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kiadványos kollégáira gondolok, akik valami elképesztő szépet alkottak ezzel a könyvvel, szerintem legalábbis, illetve szerintem is. Többek, igen, többen is ezt mondták, és ők ajánlották például a Melki könyvtárnak a megjelenítését, és azzal is ez a fedlap, azzal is zárul a kötet, mert hogy valahogy ezt az egésznek egy olyan szépségét és eleganciáját tudták adni ennek a diplomáciai kiküldetésnek, már mint hogy fizikálisan is, amire én magam álmaimban nem gondoltam volna, úgyhogy nagyon köszönöm nekik ezt, hogy ennyire szépen... Elfogadtad és jóvá hagytad a ajánlataikat. Hát igen, én csodáltam az ajánlataikat, maradjunk ennyiben, hogy én csodáltam, ez a Melki könyvtár részlet is tőlük származik, úgyhogy köszönet értem. Egyébként még Melkből, hogy ne sokat áruljunk el, tehát hogy az olvasó persze, akarja persze. ezt a könyvet, hogy utána azt ér Bécsbe, engedik őt, és ugye Bécsbe azért már ott van már Széchenyi, és hogy sokaknak lehet ismerős talán, hogy ő az a főpap, aki próbál Széchenyibe lelket önteni ebben az időszakban. Próbál, tehát ismerjük, hogy ez nagyon nehéz vállalkozás, de ott van Széchenyi mellett. Lonovics József, ez úgy gondolom hozzátartozott, ez egyszer csak megszakad az egész karrierje, és akkor száműzik. Na de az időben ugrálunk, és akkor most visszaugrottunk, ugye ez a elhidegült kapcsolat, és szóba került a vegyes házasság, és akkor Lonovics Józsefet alkalmasnak találták arra, hogy ő elmenjen Rómába, és több olasz városban is járt, és megbeszélje a pápával ezt az egész vegyes házasság kérdését. Magát ezt a vegyes házasságot tegyük, mert már mondtad, hogy mi is ez konkrétan, ugye protestánsok, katolikusok szeretik egymást, és akkor ilyenkor mi történik mondjuk a gyerekükkel, hogyan házasodhatnak, itt ugye a protestáns oldalról már korábban voltak erre előírások, de össze lehet ezt röviden foglalni, hogy miért ekkora probléma ez abban a korban? Nagyon, ha nagyon röviden akarnánk összefoglalni, azért ekkora probléma, mert van egy egyházi elképzelés, hogy hogyan kéne erről működni, és az állami rendelkezés, hogy egyébként meg hogyan működjön. És a kettő csattan. Ez az alap probléma, és hogy mondjuk a katolikus felet, ha nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ők azt mondják, ami egyébként bármelyik vallás részéről teljesen elfogadható lenne, hogy én azt szeretném, hogyha az én papom, lelkészem, tehát az én egyházi vezetőm elé vidd a házasságodat, és a gyermekeket is szeretném, hogyha az én vallásomba nevelnéd. Tehát azért nem akkora kérés, vagy kérdés, mert hogy természetesen ez a protestáns oldalról is igény, hogy ők meg szeretnék a saját hitüket továbbadni, akár egy vegyes házasságban is. Tehát a vegyes házasság az mindig egy nehéz dolog. És akkor nézzük meg, hogy ebben a korszakban, hogy mi történik, ez volt az egyházi rész, és akkor az állami rendelkezés. Már emlegetett második Józseffel kell indulnunk, aki a felvilágosult abszolutizmus jegyében 1781-ben mindez örökös tartományokra, mind Magyarországra vonatkozólag kelt, türelmi rendeletével. A protestánsok, tehát itt az evangélikusok és a reformátusok, valamint a görög nem egyesültek, tehát a görög-keletiek helyzetéről rendelkezett, és ezáltal megkezdődött az állami és egyházi rendelkezéseknek az elválasztási folyamata, amelyben, amit említettem, az állami törvényhozó a saját kompetenciájához rendelte a keresztények közötti házasság jogi kapcsolatának a megalkotását. A rendelet a vegyes házasságból származó gyermekek nevelése ügyében eltörölte az írásbeli kötelezvényt, ez volt az úgynevezett reverzális, a születendő gyermekek vallását illetően. És tehát katolikus legyen a neveltet és a gyermek. Például igen, hogy a katolikusoknak megígéri a másik fél, hogy akkor a katolikusnak neveli a gyermeket, szóval ezt eltörölte, és meghatározta, hogy amennyiben katolikus az apa, minden gyermek
köteles az ő vallását követni, amennyiben az apa nem katolikus, tehát ugye evangélikus, református vagy görögkeleti, akkor csak a leányok legyenek katolikusok. Na most ugye aztán jön a magyar oldal, tehát 1790-91-es 26. törvénycikkeljünk a vegyes házasságokat minden esetben a katolikus pap előtt kötendőnek rendelte el. Az ilyen frigyekből származó gyermekek vallását tekintve azonban úgy rendelkezett, hogyha az apa katolikus, akkor az összes gyermek az ő vallását kövesse, ha az anya katolikus, akkor a fiú gyermekek követhetik, és ezt nagyra megismétlem, követhetik az apa vallását. És jó lehet, a törvénycikk a katolikus fél papja elé rendelte a házasságukat, azt akadályozni azonban nem lehetett, például azzal, hogy én mindenképpen kérem a reverzálist az összes gyermekre. Aha. És a protestáns oldal ellenben akadályoztatásnak értelmezte, ha a plébános a nem katolikus apa esetében a fiú gyermek utáni reverzálist, tehát a már említett írásbeli kötelezvényt kérte, illetve ennek megtagadása esetén az ünnepélyes esküvői szertartás elvégzése, azaz áldás nélkül csupán tudomásul vette, ez volt az asszisztencia passzíva, a felek nyilatkozatát, tehát a házassági szándékát. Ez robbantotta ki ezt az egész. Az, hogy félelem nevű szó itt jelen van, hogy félnek attól, hogy mondjuk a katolikus hit, vagy azt nem gyakorolják tovább, vagy a protestáns, de ez lehetett egy, vagy mi lehetett pontosan, emögött? Ez a vallás, ez egy jó kérdés megint, hogy ez egy nagy félelem, tehát az, hogy átadni a hitet, a gyakorlatot, hogy a gyermekeket, például kimaradottan a gyermekkel, ez az országgyűlésen egy vita téma, hát az édesanyja. Mondjuk van Ötvös József, aki azt mondja, hogy hát ő tudja, ő megbízhat az édesanyja, megbízhatunk az édesanyákba, ők nem fognak gyermekeik ellen tenni, tehát ők biztos be fogják tartani az állami rendelkezést. Aha. És amikor, nagyon érdekes, amikor megházasodik Ötvös, és utána rá egy évre újra beszél az országgyűlésbe, akkor egy más attitűd, egy más gondolkodást látunk tőle, mert ő azt mondja, hogy igazából úgy látja, hogy egy édesanyja, egy nő annyira közel áll a hithez, ez annyira megéli a hitét, ő kicsit azt mondja, hogy talán még jobban is, mint mondjuk egy férfi, emlékeim szerint tesz erre utalást, hogy ezt nem várhatjuk el, hogy ő ne akarná átadni az ő hitét az ő gyermekeinek, és ugye ők maradnak otthon, tehát újra mondom, az édesanyja az, aki elsődlegesen átadja a tudást, vagy neveli a gyermeket pici korában. És akkor már másként beszélt, tehát a női lelkiismeret jogairól, a női lelkiismereti jogokról Ötvös. És hogy ne csak mondjuk hazai példát, hanem hogy külföldi példát is mondjunk, például 16. Gergelynek a tárgyalások során ez egy visszatérő hivatkozási alapja, hogy ő azért nem szeretné engedélyezni azt a kérést egyébként, amit Lonovics kér, hogy a házasság megköthető legyen a nem katolikus fél apja, a lelkésze előtt, tehát a protestáns lelkész előtt is, mert hogy így ezáltal sérül egy egyházfegyelem, és úgy gondolja, hogy akkor mi fog történni azokkal a katolikusokkal, akik itt vannak. Elhangzik egy ilyen, hogy rövid időn belül Mária országa protestáns ország lesz, az ő részéről. Úristen, mi lesz akkor? Hát ez a katolikus részről, ez fájdalom. Igen. Én értem, hogy mondjuk valaki, akinek ez nem annyira közeli a témában, akkor ezt egy kicsit, nem azt mondom, hogy humorosnak éli meg, de azért ez az, hogy átadd a saját örökségedet, vagy identitásodnak a gyerekednek, szerintem az nem kell szülőnek lenni, hogy átérezd ennek a súlyát, vagy fájdalmát, ha ezt nem teheted meg. Elnézést kérek, hogyha humort vittem volna bele, de... Semmi gond, mert ez is hozzátartozik ennek a témának a mélységére, tehát itt azért, ha azt nézzük, hogy 19. század, és nem ennyire beleugrunk rögtön ebbe a történetbe, akkor itt elsősorban a kulturális viszonyokról beszélgetünk most.
És ha már azt mondom, hogy kulturális viszonyok, hát ma is erről beszélgetünk, igen, amikor politikáról beszélgetünk, legalábbis nagyon nagy részben beszélgetünk erről. A keresztény világ, iszlám világ, tehát hogy nem és annyira mai, vagyunk mai, távol a mai világtól. Mai beszélgetésenket a múlt ismerete adja meg, és úgy lehet ma is ezeket megbeszélni a dolgainkat. És hogy visszatérve még, hogy mennyire fontos, hogy amikor a 19. századi, illetve nem visszatérve, hanem erre reagál, hogy a múlt ismerete, hogy amikor a magyarországi kulturális viszonyokról beszélgetünk a 19. században, akkor mindenképpen a felekezeti tagoltságból tudunk elindulni. És ez azért van, mert hogy 1895-ig mindenkinek kellett valamilyen felekezethez tartozni. És ez azt jelentette, hogy a felekezeti anyakönyvezés, ugye? Pontosan, hogy a felekezeti kézben, pontosan erről van szó, hogy a felekezeti kézben volt az adminisztráció, az egész életet átszövő adminisztráció, a születés, a házasság, a halálozásnak az anyakönyvezetése, az iskolák, a felekezeti iskolákra, ha gondolunk. Szóval, hogy ez azért teljes mértékben átitatta a mindennapi gondolkodást. És akkor most visszamegyünk, és elkezdjük a beszélgetés végre valahára, erről az útról, Alonvics József útjáról. Mi volt ennek az előzménye? Hogyan került ő oda? Már azt is megbeszéltük, hogy hogyan fejlődött az ő személyisége, meg mennyire elismerték, de egyszer csak kiválasztotta ki őt, ki adott neki meghatalmazást, volt neki egy csapata, hintóval ment, elindultak Róma felé, hogyan nézett ki egy ilyen pápai diplomáciai út 19. század közepe előtt valamivel. Aki kiválasztotta, alapjáraton, én azt gondolom, hogy alapjáraton ment ebbe az irányba, tehát ezt próbáltam, nem életrajzot írtam az első részbe, de mindenképpen azt gondoltam, hogy meg kell mutatni azokat a pontokat, azokat a fordulópontokat, amelyek őt ebbe az irányba vitték az fiatalkori évei során, hogy ezt a lehetőséget ő megkapta, vagy ezt a feladatot ő megkapta. Mert hogy már említettem, hogy kiváló szónok volt, azt is említettem, hogy a liberális ellenzék oldaláról is egy elfogadott személyiség, noha azért mégiscsak egy magyar papról van szó, illetve később majd főpapról. Tehát nem soroljuk oda a liberális ellenzékhez, nem soroljuk oda Széchenyihez, Ötvös, a már emlegetett Széchenyihez, Ötvöshöz, Deákékhoz, de ezért ez mégiscsak egy elgondolkodtató dolog, hogy ők is fölfigyelnek az ő beszédeire, és vitapartnerként tartják őt. Jó pita partnerként. Viszont aki kiválasztja, tehát ugye itt van egy jó szónok, aki elfogadja, akit elfogad az országgyűlés, egyházi ember, hisz ez is fontos az ő személyében, ebben a történetben. Aki kiválasztja őt, azért mégiscsak Metternich kancellár, aki mint egy teljes teljhatalommal próbál itt a politikában rendet vágni, most így nagyon szleng elmondva, de rátenni a kezét a legkülönbözőbb területekre, és hát ezt a kiküldetést, tehát ezt a rendezést, hogy mint egy előrevetítve egy kicsit a polgári házasságot, ugye ezáltal, hogy kivenni a katolikus lelkész elől magát a házasságkötést, és odaadni mondjuk a nem katolikusnak, tehát a protestáns lelkésznek. Tehát ezt a tárgyalás sorozatot ő maga szerette volna, tehát Metternich a pápával intézni, viszont a már emlegetett hideg kapcsolatnak köszönhetően, többek között annak köszönhetően, a Szentatyát teljesen elzárkózott, hogy egy világi személy rendezze az egyébként egyházi tematikát, és ő teljes egyértelművé tette, hogy itt érseket, de minimum püspököt lát szívesen tárgyaló partnerként. És akkor utána jön a következő, hogy hol volt ez igazán gócpont vagy vitapont, hát a Magyarország gyűlésen, tehát hogy megint egy közelebb lépés, egy közelebbi lépéssel vagyunk Lonovics személyéhez, és ő maga pedig valóban egy olyan személy, aki ezeket a nemzeti érzelmeket, tehát a nemzeti oldalra tud érzékenyen reagálni. Mondok egy példát, hogy például van egy olyan szituáció az országgyűlésen, hogy az akkori egri érsek, Pirker János László, felszólal, hogy
ne nevezzük, a katolikus az a vallás, a többit maximum felekezetnek nevezzük. Oh. És ugye erre rögtön Lunovics, hát el lehet képzelni, hogy ez körülbelül milyen reakciót vált ki ott a nem szabad így beszélni. De ugye ezt megint innen ebből a korszakból nézzük, tehát ezt ott kell látnunk abban a szituációban, és Lunovics az, aki felszólal, aztán, és mondja, hogy, hogy ez egy félreértés volt, tehát próbál segítségére sietni az érseknek, és kimondja, hogy már pedig mindenkit. Tehát a közügyekben, a napi politikában mindenkit vallásnak nevezünk, sőt, még a zsidó vallást is vallásnak nevezzük, és ez azért fontos, hisz itt még azért előtte vagyunk a zsidó emancipációnak. Igen, igen. Tehát, hogy egy előfutár, olyan mondatai vannak, amik mint egy előfutáraként, így utal ezekre a későbbi állapotokra, és hogy például ez a híres mondat is, ez hozzá kötődik az országgyűlésen, hogy amit a törvény nem tilt, az szabad, és amikor ez itt többször elhangzik, és ugye hozzá kötik, akkor úgy fölzizennek az országgyűlésen, és úgy mondják, hogy hát akkor ez majd milyen jó lesz majd a sajtószabadságban használni például ezt a mondatot, vagy akkor elkezd gondolkozni az egyik követ hangosan, és akkor mondja, hogy hát ez így van, akkor tulajdonképpen itt lehetnének hinduk, lehetnének muszlimok, tehát hogy rájön arra, hogy hoppá, ez azért sokkal nagyobb, egy komoly kapukat nyit ki ez a mondat, hogyha erre hivatkozunk. Nem menjünk annyira gyorsan előre. De hogy ez mégis hozzákötődik, ez az érvelés, ami bekerül mondjuk az országgyűlési köztudatba. Tud a pápa erről, hogy ilyeneket mond? Tud a pápa. Szóval, hogy visszatérve még, és erről, hogy tud a pápa, ez is egy fontos, visszatérve az, hogy itt Metternich kiesik a lehetőségből, viszont egy olyan szemét keres, akit el tud képzelni abban, hogy tudja képviselni, és hát magyar személyt kell keresnie, mert hogy úgy tűnik, igen, hogy itt van, itt a fő a gócpontja ennek a vitának, és így kerül Lunovicsra a választás. És ő le is írja a feleségének, már Metternich a feleségének a naplójába, hogy ő tényleg ő azt gondolja, hogy alkalmas ez a püspök erre. Tehát a találkozásuk környékén ír egy ilyet feljegyzést, egy ilyen levelet, nem naplóját, tehát leírja, hogy ezt ő látja benne, ezt a potenciált, hogy ezt végig tudja vinni. És hogy tud-e a szentszék, vagy tud-e a pápa, vagy mit tud róla, igen, ezzel is hosszasan foglalkozott, engem is érdekelt, hogy jó, én értem én, hogy persze. Mi itt el vagyunk a Magyar Királyságban, de mit tudnak Ha már ilyen kritériumai voltak, hogy ki jöhet hozzá. Ki jöhet hozzám, igen. Akár megnevezték, akkor utána néz. Hogyne. Ezzel hosszasan foglalkozom, hogy a kormányzat mit tud róla, akkor az egyháziak mit tudnak róla, illetve maga most az egyháziak alatt nem is a társai, hanem inkább az örökváros mit tud róla. Maga a személyét én olyan információs csomagban találtam meg, tehát úgy nem írnak róla, hogy na most akkor leírunk egy jellemzést. Bécsben igen, úgy írnak róla, de a pápai iratok között, vagy a szentszék iratok között nem, nincs ilyen titkos jelentés, amit ismerünk egyébként a bécsi iratokból. De hogy mi van ugyanakkor? Hatalmas élmény volt számomra, amikor a vatikáni levéltárban megtaláltam, akkor még titkos levéltár, most apostoli levéltárban megtaláltam a nunciusi levelezésekben egy töredékes országgyűlési tudósítást a Magyarországgyűlésről. Azért mondom, hogy töredékes, mert azok a napok vannak megjelenítve benne, amelyen elsősorban a vallásügyet tárgyalták. Tehát ugye az 1839. december végi napok, illetve a január elejé napok. És ez érezhető, tehát összehasonlítottam a idehaza ismert országgyűlési tudósításokkal, ugye ennek az alapjait, ennek a sajtóterméknek az alapjait, ezt Kossuth teszi le a 32-36-os országgyűlésen, és aztán utána később többen elkezdenek írni, és ugye több is maradt meg a 39-es, 40-es országgyűlésről, de most már mondhatjuk azt is, hogy a Vatikánban is őriznek egy, noha töredékes, de hogy egy országgyűlési tudósításokat, ami persze nem nyilvánosságnak szántak, hanem elsősorban az államtitkárságra, az államtitkárnak, illetve a római államtitkárnak, illetve a római pápának, mint egy, hogy mi is történik a magyar közéletbe,
és ott lehet olvasni olyan bejegyzéseket, hogy a püspökök Lanovicsnak az értelmében szólaltak föl, és igen, meg is nevezik, talán mintha őt neveznék meg legelőször név szerint ezekben az iratokban, több pozitív jelzőt is kap ezekben az iratokban, az ő személye, az ő felszólalása, de természetesen nagyon izgalmas, hogy a többi felszólaló is, tehát a világi felszólalók is ott vannak, hiszen én azt gondolom a kutatásaimból, hogy megfogták a magyar országgyűlési tudósításokat, és egy icipicit azért átdolgozták, tehát hogy azért érződik az egyházi hangnem benne. Tehát például, amikor a Teleki Józsefről van szó, ugye hogy ő a protestáns oldalnak egy komoly szónoka, akkor azért elhangzik oda szúrva, vagy oda van szúrva az iratba, hogy hát, protestáns, sokat tesz a protestáns hittársaért, ez nagyon szép és jó, és akkor egyszer csak oda van szúrva az iratba, hogy noha protestáns, de ennek ellenére is a koronaőrré, és hogy a Magyar Tudós Társaság, ugye a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé választották. Tehát ez a kis személyes megjegyzés, hogy de hát ennek ellenére. De azért nem írta le, hogy a katolikus egy felekezet azért, ennyire nem ment el. Tessék? Azt nem írta azért le, hogy a katolikusok csak egy felekezet. Én nem foglalkoztam, ugye, Telekivel. Nem. Ez azért fontos, itt egy kicsit jobban lássuk ezt az előbbi történetet az egri érseki felszólalással, hogy ennek van alapja. És ez nagyon furcsán hangzik nekünk így a 21. századból, de van alapja, hisz a 18. század végéig a katolikus vallás államvallásnak számított Magyarországon, míg Erdélyben a négy felekezet, ugye a katolikus, evangélikus, református, unitárius élvezte az úgynevezett bevett vallások rangját. Aztán Magyarországon a már említett 1790-91. Évi törvényekkel az evangélikusok, reformátusok és a görögkeletiek is bevett felekezetekké váltak, így ezután csupán hegemón, tehát uralkodó vallás lett a katolicizmus. A nem bevett, hanem csak megtűrt, vagy kiközösített kategóriához tartozók felett a katolikus egyház rendelkezett, és ugye 1848-ban az unitáriusokat, 1895-ben pedig az izraelita vallást nyilvánították bevett felekezetnek. És ha ezt így látjuk magunk előtt, ezt a néhány gondolatot, akkor érezzük, hogy ennek van alapja, történelmi háttere, hogy miért szólal föl így a Magyarországgyűlésen 1839-ben egy főpap, egy magyar főpap. Az más kérdés, hogy utána ezt azért igyekszik egy másik oldal, pontosabban nem a másik oldal, hanem a saját oldalából valaki egy kicsit jobban helyre tenni, tisztázni, hogy ez már egy régi történet, amiről ő beszél. Jó kis kanyar volt, de most visszamegyünk Rómába, megérkezett a főpap. Mi történt itt? Egyből vétött a pápához? Igen, kérdezted ezt az utazást. Hát nagyon nagy szerencsénk van, hogy megmaradt az ő utazásának. Egyetlen írt róla naplót erről az egész tárgyalásról. Igen, bocsánat, szabad ne feled, nagyon fontos, hogy majd hogy a könyv is milyen forrásokra építkezik, és sokszor utalsz rá, úgyhogy mindenképpen tök jó, hogy elmondod ezeket a forrásokat. Tehát írt róla naplót, és hogy egész Lanovics hagyatékot nem tudom megmondani, többször rám mentem erre a kutatási területre, hogy vajon miért, hogyan, de valamiért nagyon fontosnak tartották, hogy a Nemzeti Könyvtárhoz beszállítsák, és mai napig itt őrzik a püspök hagyatékát, ami egy nagy, komoly irategyüttes, illetve hát ezt a napot már az 1900-as évek elején, illetve 20-as években kiadták, és mert hogy fontos kordokumentum, és hogy itt vannak a hagyatékok, itt vannak akár ennek az utazási menetrendet, az ő udvari, vagy az ő titkára lejegyezte, hogy merre utaztak, mert volt egy kérdésed, hogy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon egyszerű utazás volt, ez semmiféle ilyen pompa, amit említettél, vagy hintós bevonulás, felvonulás, sima egyszerű, amit a 19. században. Az, hogy említetted, hogy megállt főpapoknál az útja során, igen, de ők is egyébként küldenek információkat róla, amit meg benyomást. Előtesen már megtárgyalt, tájékoztatta őket a vallásjogi dolgokról? Nem, Bécsben tárgyalt egyedül, tehát Bécsben tárgyalt Metternichel, illetve feltehetőleg akkor a nunciussal, a bécsi nunciussal is, de utána az utazása során
az állomásainál nincs tárgyalás, és ezt a maguk a főpapi levelek erősítik meg, hogy nem nagyon sietett a magyar főpap. Ő nem akar erről, természetes, hogy nem akar, hisz nem akar semmiféle szivárogtatni, előzetesen, meg pláne nem akar szivárogtatni. Úgyhogy ő siet Rómába. Az nagyon meglepi őt, hogy a 16. Gergely egy nagyon-nagyon szívélyes fogadtatásban, 16. Gergelytől nagyon szívélyes fogadtatásban van része, hogy egy, mint egy olyan testvéri... Trónáló püspök, ugye? Nem, az ez egy későbbi elismerése, szóval, hogy mindegy csókkal testvérként köszönti őt, és hogy ez azért hat rá, hiszen ezt a naplójába is megjeleníti, hogy és nem csak ő jeleníti meg, hanem az őt kísérő római, bécsi követ is leírja a Metternichnek, hogy azért ez egy nagyon megható köszöntés volt a pápa részéről. És ebben benne van az, hogy a 16. Gergely nagyon örül ennek, hogy ez összejött, ez a találkozó, ahogy elmondtam, ennek a hideg korszaknak, ennek a józsefinista korszaknak. Elkezdődött a kommunikáció. Mint egy végét látja ebben, és ugye ez nem csak a magyar püspöknek szól, hanem alapjáraton az elmúlt évtizedek, csöndes évtizedeknek. Ezt a trónállót, hogy emlegette... Igen, azt tegyük helyre, mert előre ez egy futottam. Cím, ami... De visszautasította, nem? Igen, ez egy cím, amit fölajánlanak neki, egy megkülönböztetett cím. Ő ezt valamiért visszautasította, hogy miért... Erre nem tudok választ adni, hogy ezt miért nem találta ő fontosnak. De a habitusában úgy illik. Tehát, ő szerintem úgy volt vele, hogy ő valami ilyesfélét ír a naplójába, hogy ez megütközést keltene magyar földön. Én azt gondolom, hogy ő azért egy nagyon self-made, tehát hogy ez az önmagát felépítő személyiség, és ez nem biztos, hogy például mindig tudott egy ilyen elismeréssel vagy dicsérettel mit kezdeni. Igen, illik az ő habitusához. Tehát amikor például először tud róla, hogy őt kinevezik, ki fogják nevezni püspöknek, csanádra, akkor van tőle levél, hogy ő írja a barátjának, hogy hát azért ezt mégse kellett volna, mert hogy azért nagyon remélem, hogy azért észbe kap az uralkodó, meg mindenki, aki engem támogat, hogy azért ennél sokkal jobb embert is oda tudnának találni. Aztán szépen lassan átmegy rajta, hogy akkor ez egy feladat, elvállalja, és akkor megy csanádra. Szóval, hogy ilyen megerősítések azért kellenek neki, ezt egyébként ő maga is leírja, amikor írja az a már többet emlegetett barát, ez a későbbi kalocsai érsek, Kunszt József. Na hát az ő levelezésüket vált a Lunovicsnak a levelei, azok itt vannak a Nemzeti Könyvtárban, szintén a már emlegetett hagyatékban. És még mindig Rómában vagyunk, meddig tartott, és végül mi lett ennek a diplomáció útnak a vége? Ez egy 5 hónapos, tehát majdnem egy fél éves kiküldetés, tehát elég hosszan elhúzódó római út. Nagyon-nagyon sok dolog szóba jön itt. Ami elsődleges, amit említenék, a már Magyarországra adott engedmény, hogy visszamenőleg elfogadja a Szentszék ezt a úgynevezett passzív asszisztenciát. Most abban nem megyek bele, hogy ez már alapjáraton is már kikezdte az akkori egyház fegyelmi rendelkezést a katolikus oldalról, de hogy ezt elfogadta a magyar állapotok véget. Sőt, tovább menve, noha tilosnak mondta, mégis érvényesnek azokat a házasságokat, amelyeket a nem katolikus fél előtt kötetnek meg. Ugye azt kell látnunk, hogy az egész korszakbeli egyház fegyelem, az a tridentinumra, tehát a tridenti zsinatnak a szabályozására épül, és hát ez annak ellenére, vagy azzal szemben hozott eredmény, vagy rendelkezés. Szerintem ez egy óriási nagy lépés a Szentszék részéről, és ez most csak a magyar területekre vonatkozik. Az örökös tartományokra ott maradt az, hogy akkor az asszisztencia passzívát elfogadottnak mondja. Tehát ez a szűken vett vegyes házasságokra vett érvényes, vagy sikeressége a kiküldetésnek. De hogy említettem, hogy számtalan dolog szóba jön, és megmaradtak, csak töredékesen szintúgy Bécsben későbbi tárgyalássorozatok, amik innen eredeztethetőek. Tehát újra gondolják a szabad kommunikációt, újra gondolják, tehát a Szentszék és az államoknak a püspökeivel például, vagy
vagy újra gondolják a szabad oktatást, tehát már említettem, hogy akkor már a teológiai részbe, hogy ne folyjon bele az állam. Vagy a római kollégium germanikummal is újra küldhetnek magyar diákot. Ez csak egy icipici kitérőik, hogy lássuk ismét ezt a hideg kapcsolatot, vagy elhidegült kapcsolatot, hogy II. József ezt a szálat is igyekezett elvágni intézkedéseivel, hiszen 1781-ben a római kollégium ellensúlyozására megalapította Páviában a német-magyar kollégiumot. Következésképpen a római intézet 1782-re kiürült, illetve 1799-ben Napóleon felosztotta mindkét kollégiumot, és ugye a római kollégium Germanicum et Hungaricum 1818-tól fogadhatott ismét növendéket, magyarok azonban nem voltak közöttük. Aztán 40-es években, talán 45-ben, nem emlékszem pontosan, mehet ki az első magyar, és aztán utána hármat, egyre többet küldhetnek, és hát bizony ez a Lunovics kiküldetésben is megjelenik. Benne van a naplóban is, de levelek is bizonyítják, hogy a kiküldetés során fölveszi a kapcsolatot a kinti jezsuita generálissal, és tárgyalnak erről is, meg hát magával a pápával is tárgyalnak, hogy akkor lehetne ezt rendezni. Egy újabb érvelés, hogy a hidegülés mennyire már nem releváns. Igen. És ez azért fontos, mert hogy maga Metternich egyébként nagyon szeretné kézben tartani így is, hogy nem ő mehet ki ezt a tárgyalássorozatot, és ő többször is fölhívja a figyelmet arra, hogy szorítkozzanak ezzel a konkrét témára, nem lehet. Tehát nem lehet, Rómánál van a úgymond a lehetőség, azt gondolom, hogy nem véletlenül húzódik el ez a tárgyalás ennyire. Tehát sok mindent szeretnének itt. Beszélte sok forrásról, hogy mikből építkezte az egész könyv, milyen forrásai vannak, és hát annyi lábjegyzet van, és annyi mindent lehet így utána olvasni, a könyvet olvasa. Ugyanakkor a Littai Dorottya sajtótörténeti csoport tagjaként ennek a korszaknak az egyházi sajtótörténete is igen fontos, és sokszor is említesz, és hogy a Lunovics habitusához kicsit még hozzájáruljak, volt egy Sion nevű újság, ahol az egyik, aki írt valamit erről a dologra, az őrültnek nevezte, az gyarmatinak hívták, aztán ez a korszak egyházi sajtótörténetében melyik volt neked az ami vitt egy szálon, ami fontos volt, hogy építkeztél a könyvben. Alapjáraton nem említetted a kutatócsoportot, hogy itt nem csupán, amikor mondjuk sajtóról beszélünk, természetesen a nyomtatott termék az, ami eszünkbe jut, de magát, amikor egy egyházi vonalat vizsgálunk, akkor itt a nyilvánosságnak a kérdéskörét is súlyosan be kell kapcsolnunk, hisz maguknak a házasságnak a témaköre is, hogy miért fontos a házasság, talán volt több körrel ezelőtt egy ilyen kérdésed, hogy a házasságnak a szabályozása az mind a két oldalról, tehát akár itt a katolikus, akár a protestáns oldalról egyfajta védelmi faktorként jelenik meg. Tehát, hogy ne titokba történjenek, mint egy, aztán utána kiátszva esetleg ennek a titkosságnak. Ne lehessen csak úgy felmondani, önkényesen. Pontosan, tehát ne lehessen vigámia. Pontosan, a vigámia, vagy önkényes felbontás, vagy a jegyességnek az önkényes felbontása. És az a különbség mondjuk a két, nagyon röviden a két gondolkodás, mondjuk a katolikus és a protestáns között, hogy a katolikus ugye ezt egyházi nyilvánosságba gondolta, tehát az egyház biztosítja a nyilvánosságot, a protestáns fél pedig ugye azt mondja, hogy ez mondjuk egy állami, vagy az adott közösség, városi nyilvánosság, vagy a szülőknek a beleegyezése is szintúgy szükséges. Ezt azért fontos elmondani, hogy a házasságkötés tényleg egy olyan szerződés, amiben védeni kell a feleket ebben a gondolkodásban, ebben a relációban itt. És a forrásokra visszatérve, mert azt hiszem, hogy ezt is kérdezted, hogy itt elsősorban nagyon sok olyan forrást találtam, illetve forrással kellett, meg akartam is, tehát örültem, hogy ezekkel dolgozhatok, amelyek nem voltak még földolgozva. Akár idehaza már említett Lunovics hagyaték, akár az ehhez kapcsolódó, vagy a kiküldetéshez, az országgyűlési vitákhoz, témákhoz kapcsolódó, a nemzeti levéltári anyagok, helytartó tanács, kancelláriai anyagok,
ezek mondjuk a hazai világi gyűjtemények, az egyházi gyűjteményekről is essék szó, Kalocsa, amit meg kell említenünk, ugye természetesen itt ez a Kalocsa az a későbbi időszak miatt, ugye a kalocsai érsekséget ő már nem tudja igazából elfogadni, elfoglalni a torok betegsége miatt, és már szinte haldokolva kapja meg ezt a státuszt. Tehát, hogy ami viszont fontos, a már általad említett is Eger, ez egri gyűjtemény, levéltár és könyvtár, rengeteg anyagot kaptam, és nagyon köszönöm ezeknek a gyűjteményeknek, a dolgozóinak, hogy segítettek ezekben a forrásokban egyáltalán tájékozódni, vagy tovább haladni. Bécsi anyagok, ami még rengeteg maradt fönt a tárgyalásokról, levelezések, a már említett Metternich és az ő tanácsosa, akit kiküldött Rómába, ő közötte maradt fönn rengeteg levelezés, vagy a már említett római követ, birodalmi követ között is maradt fönt levelezés, illetve hát Metternichhez beérkező Lunovics levelek, szintúgy ott vannak Bécsben. Tehát az egy hatalmas forráscsoport, amit Bécsben segítettek nekem az akkori delegátus Orosz András nevét, fantasztikus csoport, forrás anyagot tudott nekem adni adott esetben, amikor beszélgettünk erről a témáról, hogy hogy lehetne tovább menni. És aztán ott van Róma, ami a már emlegetett nunciusi levelezéseket erről a témáról, de akár a korszakból azokat mind megnéztem, vagy az államtitkársági anyagokat, amikor ugye az összegzés, hogy mi is történt a tárgyalások során, azokat a kerültek be, illetve sajnos nem találtam meg valamilyen okból kifolyólag, illetve van egy tippem, hogy miért kiemelték ezt a teljes összegző, kinyomtatott anyagot, amit a római tárgyalás lezárására készítettek. A római... Mi a tippen? Az a tippem, hogy ezt későbbiekben felhasználták. Egy későbbi, ez a könyvben is megjelenik, egy későbbi egyeztetés, egy későbbi 1863-ban zajló tárgyalássorozathoz, mint egy mintaként. Valószínű, hogy oda tették át, ott maradt abban a tárgyalás sorozatban. Legközelebb megyek Rómába, ezt szeretném majd megnézni, de ez is elhangzik ebben a kötetben. És hogy visszatérve, és hogy Rómába is kaptam segítséget a kinti római kintlévő kutatóktól. Egykori kollégánktól, Német Andrástól? Andrástól is akár, de hogy itt most elsősorban olyan neveket tudok mondani, mint a Molnár Antal, Fejérdi Andris, András, Tóth Tamás, Pápai Magyar Intézet akkori rektorától, ugye a két előtte említett személy a Római Magyar Akadémiának a vezetője volt, és jártak kutatni velünk együtt, segítettek kint minket, Somorjai Ádám, aki kint dolgozott Rómában, Német András, tehát hogy van római közösség kint, és ez jó, kutatói közösség, most is van római delegátusunk kint, Tóth Krisztina, akkor nem találkoztunk, most már találkoztunk, és látta a kéziratot, örült neki. Szóval, hogy egy nagyon komoly támogatás, még az Egerbe is hangozzanak el nevek, ha szabad így. A Tengely Adrián, Horváth István, Balogh Ferenc nevét Egerből mondjuk el, vagy Kalocsáról a Lakatos házaspár, a Lakatos Adél és Andor segítségnyújtásával én így bénakacsáztam volna, de így bárki, akit elmondtam. És hogyha a Nemzeti Könyvtárból is szabad mondani, hogy teljes kollektívákat tudnék kiemelni, osztályunként szinte a színházas kollégák, de hogy elsősorban a kézirattárosok helytállása az lenyűgöző volt az elmúlt évek során, vagy például kaptam segítséget, fényképet, korabeli fényképet kaptam, hogy segítettek megszerezni. Itt az aukciókra járnak, mennek a kollégák, és itt most Hum Balázs nevét kell megemlítenem, aki segített hozzájutnom egy fényképhez, és hogyha már emlegettem a fényképet Lunovicsról, akkor a könyvnek van egy olyan része, ami az illusztrációkat tartalmaz a függelékként, és én nagyon hálás vagyok
Köszönöm, hogy elmondtad a végét, amit el akartam mondani, de légy szíves, folytasd. Szóval nagyon hálás vagyok a TT is Kovács Éváéknak, akik azt mondták, hogy noha ezáltal drágább lesz a kiadás, ami egyébként abszolút nem drága, de hogy nyilván ezek, hogy bekerülnek fotók, fényképek, festmények egy kötetbe, azok mindig azért hozzáadnak az anyagiakhoz. De azt mondták, hogy nem szeretnék kivenni ezeket a képeket, mert úgy érzik, hogy adnak ehhez a témához, és hogy jó, hogy egy ilyen témában, ami nem megszokott, hogy illusztrációk is segítik az olvasót. Úgyhogy ezeket is fontosnak tartottam elmondani. És hogy az egyházi sajtóhoz visszatérve, mert hogy itt a nyilvánosság, az egyház, mint nyilvánosan működő közösségre egyébként többször fölhívja a figyelmet az egyházi oldal, hogy például felesleges ez a nagy állami szabályozás, hiszen nem egy titkos társaságról beszélnek. Van például olyan dokumentum, ami azt így érvel. Érdekes az érvelés technika is. De hogy igen, van egy ilyen nagyon erős próbálkozás is. A már általad említett Gyarmati János, az akkori központi szemináriumnak volt a könyvtárosa. Aki egy őrült volt. Hát legalábbis Lonovics dühös lesz rá, hiszen megjelennek olyan cikkek, amik neki rosszul jönnek ki a tárgyalások során. És hát igen, a római sajtófigyelés is működik, és ez szóvá teszi neki a 16. Gergely, hogy akkor most mit is irogatott ki, miért is irogatta azt le, nyilvánosság előtt, és akkor ezt leírja az egyik a már emlegetett barátnak, hogy nem értem, hogy nem szól a prímás neki, de hát azért remélem, hogy fog neki szólni a prímás, rájön arra, hogy hiába maradok én csöndbe, de hát ez őrült, amit leírogat, tehát van, amikor azért nagyon átlépi ezeket a nagyon diplomatikus kereteket, tehát ez főként ugye a naplóban, meg tehát a személyes forrásokban érezhető. Ezeket a könyvben mind megtalálják az olvasók, és már alig várják, hogy megvásárolják. És hogy egyébként, hogy legalábbis nagyon reméljük, mert hogy egy nagyon szép és egy hasznos könyvet szerettem volna alkotni, és hogy például egy játékosság is szerepet kapott a kötetbe, pont így a magyar Sion, és ugye Sion, később nevén Sionról van most szó, mint egy az ő szárny próbálgatását is olvashatja az a Gyarmati János féle zsurnalisztikai próbálkozásról is olvashat az olvasó, és nem csak olvashat, hanem láthatja is, hiszen már emlegetett illusztrációkban ott van egy nagyon jó tippet kaptam egykori kollégámtól, Stefano Bottonitól, mert hallotta egyik előadásomat, és mondta, hogy Zsófi, nagyon jó, hogy beszélsz ezekről, de hogy amikor egy sajtótermékről beszélsz, és pláne fedlapokról, hogy azok milyen változásokon mennek keresztül, hát akkor azt jelenítsd már meg így az ott lévőknek, és így megjelentettem az olvasónak is. Nagyon szépen lehet látni, hogy 2 év leforgása alatt maga a profil is, hogy megy, hogy milyen változásokon megy keresztül. Tehát elindulunk egy teljesen semleges keresztény szimbólum, van a fedlapon, egy kereszt és felhő szimbólum, majd pedig egy magyar címerrel, különböző díszítésekkel, de mondom, 2 évről beszélünk, és a végén eljutunk egy latin nyelvű sajtóorgánumhoz, Péter Pállal, pápai tiarával megjelenítve a fedlapon, érződik, hogy keresi a helyét ez a sajtótermék. Lehet legközelebb majd egy ilyen beszélgetéssel folytatjuk, mert már most is elindultunk volna, és akkor Solymos Ákos ránk zárta volna az ajtót, mert beszéltünk volna tovább. Szóval nagyon szép ez a könyv, ilyen bordós, Lonovics portréja, illusztrációk vannak benne. Én azt is megnéztem, hogy 258 oldalt lehet elolvasni, ezt ott lána függelékek vannak, meg minden egyéb információk a könyvben. Nagyon gratulálok Bárány Zsófiának, hogy ez a könyv így megszületett, és megírtad, és kutattad, és már beszéltél arról is, hogy majd hogyan fogsz Rómába elmenni, még valamit utána nézni. Tehát köszönöm szépen a beszélgetést, Solymos Ákos hangmérnök volt a segítségünkre. Én Tóth Péter vagyok, a Széchenyi Könyvtár tartalompakolója. Kérjük, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a podcast csatornákra, és vigyék hírét ennek a beszélgetésnek. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.